Jelentős forrást különít el az önkormányzat külterületi utak felújítására. Belterületen az aszfaltozás mellett számos járda is megújulhat 2017-ben. A Csongrádi települési értéktár honlapja is részt vesz idén az év honlapja díjért meghirdetett versenyen. A voksokat november 22-én éjfélig lehet leadni. Nyílt napot tartottak a Bársony István mezőgazdasági szakképző iskola és kollégiumban november 15-én. Délvidéki magyar Golgota 1944-45 címmel időszaki tárlat nyílt a Tari László Múzeumban. A vándor kiállítás december 19-éig lehet megtekinteni. Versek a városról címmel tartottak irodalmi estet a Csemegi Károly könyvtárban. Sebestyén István mutatta be Csongrádhoz kötődő műveit. Köszöntöm nézőinket! Önök a Csongrád Televízió híradóját látják 2016. november 18-án pénteken. A jövő évi költségvetésben önerőből és pályázati forrásból is jelentős összeget fordíthat külterületi útfelújításra Csongrád önkormányzata. Az elmúlt időszakban is több kilométeres rekonstrukciót végeztek el a városban. Csongrád közigazgatási területén több mint 120 km hosszú dűlőút hálózat van. Ebből körülbelül 20-25 km kifejezetten nagy forgalmú. A kisréti egyébként összefogáson alapuló dűlőút javítást egy másik hasonló műszaki technikai útépítés követte, ez a úgynevezett új út, vagy hát hívják Kaciba dűlőnek is, a Félegyházi út mellett több mint egy kilométer hosszan. Ennek a költsége, munkaköltsége 4,5 millió forint volt, és közel 2 millió forintot tett ki hozzá az anyagköltsége. Egy út, egy nagyréti út közel szintén egy kilométeren történő stabilizálása a napokban fog megkezdődni. És a Császár út, a két temető útról nyíró Császár út első szűk 750 métere, szintén még idén várhatóan önkormányzat költségvetésből felújításra kerül, ha anyagot tudunk hozzá szerezni, hiszen jelenleg az önkormányzat darátanyaga gyakorlatilag elfogyott, és amennyiben a jövő évben a költségvetés elfogadása kerül, ott egy jelentősebb összeg a vállalkozási környezet javítása soron fog szerepelni, amiből elbontanánk a három emeletes épületet, ennek területét el tudnánk két csongrádi vállalkozásnak adni előszerződéseink elő, foglalásaink erre megvannak, és az itt 2,5-3 ezer köbméternyi anyagot további dűlőút javításokra tudnánk használni, így mindenképp a Pattanya környékén szeretnénk a 9-esbe és egy-egy nagyobb és lakott anyával rendelkező utat megcsinálni. Ezt azért hozzá kell tenni, hogyha sikerül, akkor jövőben egy 20-25 millió forintot önerőként is fel fogunk tüntetni dűlőút javításra, külterületi út javításra a költségvetésbe, és ezen kívül a vidékfejlesztési programba pályázunk a Mária út javítására, felújítására, valamint a Gyólyai út első szakaszának javítására, felújítására. Tehát azt lehet mondani, hogy ha a jövő év végére ez a pályázat esetleg sikeres lesz, akkor Csongrádon közel 10 kilométernyi dűlőút kap rendes, stabil alapot a már most elkészült dűlőutakkal együtt. Ez mindenképp jelentős előrelépés, mert ilyen mértékű dűlőút javítása még az önkormányzat életében nem kerül sose sor. Csongrád polgármestere hozzátette, belterületi utak vonatkozásában jó helyzetben van a város, mert 95%-ban kiépült az útburkolat. A fennmaradó utcákban szintén tervezik a szilárd burkolat kiépítését. Van még néhány utca, illetve a városrész, például az Alsóváros, ahol még ez nincs meg. Törekszünk arra, hogy 2017-ben ezek is meglegyenek. Különös tekintettel itt beszeretnénk fejezni a Madács utca, Tópart utca részt. Itt már régóta esedékes lenne egy aszfalt lerakása, hiszen gyakorlatilag a Madács utca elején, illetve a túlsó végén, a Kemény Zsigmond utca felől már az aszfalt kiépült. Az Alsóvárosban is szeretnénk az aszfaltozási munkálatokat megkezdeni. Ez megint azt mondom, hogy önkormányzati önerő kérdése. Ha tudunk, akkor erre mindenképp szeretnénk félrerakni összegeket, mint ahogy majd a járdák felújítását is, jövő évben 10-15 járda felújítását tervezzük, egyeztetve a képviselőkkel, részben a közmunka, részben önkormányzat saját költségvetésének forrásai figyelembevételével. Az utak ellenőrzését a város ellátó végzi, hiszen a csongrádi úthálózat döntő részén a város a feladatellátó, kivéve
az Erzsébet utca, Vasút utca, Fő utca, Zsinór utca, nyugodtan mondhatom, hát egyenes, de hát ugye ez nem egyenes sok kanyarra, hiszen ez a közút kezelésében van, mint ahogy a Nagyréti út is. Itt ők látják ki a feladatot, a többi részen az önkormányzat, és már most is történtek helyenként kátyúzások, de a tél végéve újra felmérésre kerül, és a legszükségesebb kátyúzási munkátokat kivágva a kátyút és meleg aszfalttal helyreállítva megtesszük. Vannak azért problémás útszakaszok, most is hosszú utca második fele, akár mondhatom a Dobó utcát, Móra Ferenc rakpart része, a Lilium utca gát melletti része, amelyeket azért jó lenne egyszer valamilyen szinten rendbe rakni, hiszen rettentő módon tönkrementek már az árvíz környékén is, 2006-os árvíznél az állapotuk tovább romlott. Bedő Tamás hozzátette, amennyiben lesz olyan belterületi útfelújítási pályázat, amelyet az önkormányzat be tud nyújtani, akkor mindenképpen pályáznak. Várhatóan már februárban vagy márciusban kiírhatja ezeket a pályázatokat a belügyminisztérium. A Csongrádi települési értéktár honlapja is részt vesz idén az év honlapja díjért meghirdetett versenyen. A felhívás Csongrád hivatalos weboldalán a www.csongrád.hu címen tették közzé, ahol megtalálható az a link, amelyre kattintva bárki leadhatja szavazatát. A városunk értéktárát bemutató szemedgyönyörködtető weboldalra az önkormányzatok és települések menüpont alatt lehet voksolni november 22-én éjfélig. Nyílt napot tartottak a Bársony István mezőgazdasági szakképző iskola és kollégiumban november 15-én. Az intézmény szakmai bemutatókkal, valamint az elméleti és a gyakorlati képzőhelyeinek bemutatásával várta a leendő bársonyosokat. A Bársony István mezőgazdasági szakképző iskola nyílt nappal várta az általános iskolásokat november 15-én. Tudom ajánlani iskolánkat azoknak, akik a mezőgazdaság iránt érdeklődnek, akár úgy, hogy a természet és a környezet védelme, akár úgy, hogy a termőföldtől az asztalig láncba szeretnének bekapcsolódni, tehát növénytermesztéssel, illetve vadgazdálkodással szeretnének foglalkozni. A képzéseink szakközépiskolai 3+2-es rendszerben, illetve szakgimnáziumi 4+1 éves rendszerben zajlanak. Mind a két szakmai képzésben szakmai végzettséget tudnak szerezni a tanulók, szakgimnáziumi képzésben érettségi és technikusi végzettséget, a szakközépiskolai képzésben pedig a szakmát és egy érettségi vizsgát tudnak szerezni. Bármelyik képzést választják, az érettségi vizsga jelenti azt, hogy elsősorban szakirányban tovább tudnak tanulni. A felmérések szerint a Bársonyban végzett diákok legnagyobb része a szakmájában tud elhelyezkedni. A mezőgazdasági gépész tanulók gyakorlatilag már tudni szokták, hogy mely területen fognak elhelyezkedni, a vadgazdálkodási környezetvédő tanulóink pedig általában azt szokták választani, egy részük legalábbis, hogy tovább tanulnak és magasabb szinten megszerzett tudással kerülnek vissza a munkaerőpiacra. A végzett tanulóink nagyon szertágazóak, tehát nem kell megijedni tulajdonképpen egyik szakmától sem, hiszen a környezetvédelemmel akár gyártástechnológiába, akár a környezetvédelem önkormányzati feladat ellátására gondolunk, illetve vízkezelési területekre. Nagyon sok helyen lehet látni, hogy a levegő minőségét szokták mérni, vagy éppen zajmérés történik, illetve hát ugye amikor valahol valamiféle olyan behatás éri a lakosságot, hogy zaj esemény van, akkor a környezetvédő technikusok kimennek, megmérik különböző módszerekkel, és ki tudják kalkulálni akár a zajbírságot is. A vadásztanulóink, ők is nagy részben elhelyezkednek, vadászterületen hivatásos vadászként tudnak dolgozni, ők lesznek tulajdonképpen a területnek a gazdái, illetve hát egy olyan 40% körüli becsült értéket tudok az elmúlt évek alapján mondani, akik a továbbtanulást választják, és később, amikor mérnökként, vagy éppen egy kicsit rokon szakmában, de elvégzik azt a főiskolát vagy egyetemet, amit választottak, akkor úgy kerülnek vissza a szakma és az agráriumnak a munkavállalói köré.
közé. Tájékoztatjuk a Csongrád Televízió nézőit, hogy jelenleg műsorainkat a UPC kábelhálózatán digitális set-top boxon az 502-es csatornán is láthatják. A UPC analóg kábelhálózatán a Csongrád Televízió műsora jelenleg még látható, de ez hamarosan meg fog szűnni, és csak digitális formában lesz nézhető, amelyről majd tájékoztatjuk Önöket. Kérjük kedves nézőinket, hogy a UPC kábel televízió ügyfélszolgálatát mielőtt szíveskedjenek felkeresni, hogy set-top boxot kaphassanak a Csongrád TV digitális hozzáféréséhez. Délvidéki Magyar Golgota 1944-45 címmel új időszaki tárlat nyílt a Tari László Múzeumban. A Trianon Múzeum 2012-ben létrehozott vándorkiállítása 18 nagyméretű tabló mutatja be az 1944-45-ben lezajlott véres események előzményeit, történetét és utóéletét. A jugoszláv kommunista partizán alakulatok kegyetlen etnikai tisztogatást hajtottak végre. A népirtás első célpontjai az ellenségként kikiáltott magyarok voltak. A tárlatot december 19-ig lehet megtekinteni. Sebestyén István írói munkásságát meghatározza a Csongrádhoz fűződő viszonya, verseiben témája legtöbbször a város. Ezeket a műveket egy csokorba gyűjtötte, és irodalmi est keretében osztotta meg az érdeklődőkkel. Hétről hétre, hónapról hónapra. A rendezvény Góg János író köszöntő gondolataival kezdődött, majd Varga Nándor szavalt el egy verset. Akik írásaikkal, szövegeikkel hozzájárulnak ahhoz, hogy Csongrád irodalmi öröksége és a magyar irodalom történet is gazdagodjék. Sebestyén István is ezek közé, az alkotók közé tartozik. Szenteljük ezt az estet Csongrád városnak, szülővárosunknak. Én azok közé, a műhely tagok közé tartozom, aki nagyon sok Csongrád témájú munkát szokott írni. Hát egyrészt versekben, másrészt novellákban, regényt is írtam már, amely Csongráddal foglalkozik, és hát végső soron a témakör az, hogy erről a városról szólnak majd itt verses énekek. Lelkemet melegen tartani. Vörös kavicsokat a gyermek, ez Urbshoz szavakat keresek. Én csongrádi születésű ember vagyok, itt nőttem föl, és már nem tartozom a fiatalok közé. Nagyon jól ismerem a csongrádiakat. Ebben a városban mindig nagyon nagy volt a lokálpatriotizmus, ami azt jelentette, hogy bármilyen módon, de valamilyen módon mindig jelét adták a csongrádiak annak, hogy szeretik a városukat, büszkék a városukra, és ragaszkodnak hozzá. Amikor én arra gondoltam, hogy ezt a verses estet a városnak ajánljuk, és a városról szóló versek fognak itt elhangzani, akkor úgy gondoltam, hogy a lokálpatrióta érzésben tudok velük azonosulni, tehát tulajdonképpen az én szeretett városom lakosaival fogom megtalálni az összhangot. Remélem, hogy ők is ezt fogják majd tartani erről az estről. Jelentős forrást különít el az önkormányzat külterületi utak felújítására. Belterületen az aszfaltozás mellett számos járda is megújulhat 2017-ben. A Csongrádi Települési Értéktár honlapja is részt vesz idén az év honlapja díjért meghirdetett versenyen. A voksokat november 22-én éjfélig lehet leadni. Nyílt napon tartottak a Bársony István mezőgazdasági szakképző iskola és kollégiumban november 15-én.
Délvidéki Magyar Golgota 1944-45 címmel időszaki tárlat nyílt a Tari László Múzeumban. A vándor kiállítás december 19-ig lehet megtekinteni. Versek a városról címmel tartottak irodalmi estet a Csemegi Károly könyvtárban. Sebestyén István mutatta be Csongrádhoz kötődő műveit. Híradóval legközelebb hétfőn várjuk Önöket. Adásainkat megtekinthetik honlapunkon a www.csongradtv.hu weboldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!